Bejött az előrejelzés, már 11 óra, dörgött, villámlott. Éjszakától kezdve olyan 10-ig szakadt az eső. Most egy kicsit javuló félben van, de ez nem tart sokáig, az előrejelzés szerint 1 és 2 óra körül megint ugyanolyan lesz. Addig kávézom egyet, illetve el is indulok, mert nem maradok itt, persze, hogy nem. Ott van felszerelve a rózsa mögött a bicikli. Hát ez maga a hotel, ilyen városszéli kis hotel. Teniszpályák. Lehet, hogy lesz egy kis megázás. Itt vagyok Vinkovce belvárosában, ott hagytam a hotelt. Mi a dilemma? Hát a dilemma az, hogyha most jön még a viharok következő hulláma, és az lehet, hogy tényleg így van, akkor vajon van-e értelme elindulni? Ezen filozófálok. Gyakovo felé megyek, Diakovár felé, 35 kilométerre van, és addig csak kis falvak esnek majd útba. Most egyelőre, amíg hát figyelem az égboltot, addig szerintem itt egy ilyen hotdogot vagy hamburgert bedobok. Meg is van a hamburgerem, mindjárt elmajszolom. Ez itt a Bosut. Egész szép. Pláne, hogy itt a belvárosban van, belváros szélén. Nagyon komoly felhők jönnek, lehet abban valami, hogy még folytatódik. Hát kimondottan thunderstorms, az a egy-két, tehát délután 1-2 körül az, amit ígérnek, tehát viharok lesznek, zivatarok. Még hogyha csendes esőben úgy viszonylag elfogadható is a tekerés, még ha nem is jó, azért ilyen villámok között hatalmas szakadó esőben az végképp nem az igazi. Úgyhogy kivárok, aztán meglátom. Ha elmúlik, délután 2 után még mindig tudok menni egy azért egy 50-60-70 kilométert, meglátom, hogy mi lesz. Lehet, hogy csak Diakovárig megyek ma. Elhagytam Vinkovcét, most már egy több mint 10 kilométerre magam mögött. Nekiindultam. Tehát Diakovár, Gyakovo felé. Az idő kitart, akkor ma is tudnék menni egy 80-at, 100-at. Most már azt is terveznem kell, hogy Sopronba hogy jutok vissza. Kicsit nagyobb karika lett ez a délvidék túra, mint ahogy eredetileg én ezt úgy kitaláltam. Na persze, ez nem baj. Csak, hát nem is tudom, valahogy majd Baranyába átkelek, vagy Somogyba, aztán vonatra kell szállnom, mert nem érek vissza. Egyelőre most az a lényeg, hogy nem esik, talán az elkövetkezendő 1-2 órában nem is fog. Van egy nagyobb baska kék folt az égen, egyébként egy jó negyed órája a nap is kisütött, most kezd megint befelhősödni, szóval óvatosan bánok a dolgokkal, nem élem bele magam abba, hogy nem kaphat el még vihar. Gyakovo 10-15 kilométer lehet. Ugye, hogyha nagyon-nagyon rossz lenne az idő, akkor az lenne a mai éjszakázóhely. Azonban nem kizárt, hogy tovább megyek, és ezzel azért egy kicsit segítek az átlagomon. Tegnap egyébként 137-et mentem, ezzel az elmúlt három napon 140 fölött volt a napi átlag. Úgyhogy nem szakadtam meg azért. Meg úgy is, hogy az első nap az csak a délután volt, de azt is egy napnak számolom. Az is lehetett volna 150-160 simán. Ugye 123 volt az első nap Bajától Apatinig. És mi is most a célom? Hát már ott a horizonton, ugyan nem hiszem, hogy nagyon látszik a felvételen, látszik, hogy megszűnik a síkság, valójában már most is ilyen kis emelkedők, lejtők
váltogatják egymást, tehát már most sem tökéletes síkságon megyek. A Papuk-hegységbe akarok ellátogatni, ami egyébként az egész túrának eredetileg a fő célpontja volt. Ez a Fruskagórai kitérő, ez csak egy alternatív célpont volt. De aztán persze csak nem bírtam megállni, hogy ne tekerjek el Újvidékig. És ezáltal egy kicsit, hát túl is, tehát meghaladtam azt a időkeretet, amit rászántam erre az egészre. Úgyhogy terveznem kell. Elég szigorúan kell terveznem az idővel. A holnap jó idő lesz, már pedig úgy tűnik, hogy legalábbis nem fog szakadni az eső. Akkor holnap megpróbálom behozni a mai lemaradást, és a Papuk-hegységben egy szép hágót megmászva még érdekességeket is láthatok, és mutathatok is nektek. Most első körben a mai nap, ugye Diakovár, Gyakovo, addig talán nem fog esni, meg talán utána se, és hogyha majd ott leszek Diakovárban, akkor kitalálom, hogy mi is legyen a továbbiakban, mert még akár mehetek tényleg Diakovár után még egy 50-60-at is akár. Most bármennyire is fenyegetőek a felhők, meg bármennyire is rossz ez a szél, mert eléggé fúj és legtöbbször szemből, azért most nagyon élvezem a tekerést. Úgy megyek, hogy ne feszüljenek pattanásig az izmok, de azért nyomjak valami tempót. Tennél gyorsabban is tudnék menni, ha lenne értelme, biztos mennék is. Még úgy, hogy időveszteségem van, még úgy sem akarok teljesen megfeszülni. A lényeg csak az, hogy ma is menjek valamit. Rossz lett volna az a gondolat, hogy reggeltől estig szakad az eső, és alig tudok menni, vagy egyáltalán nem is tudok menni semmit ma. Most már itt van előttem Diakovár. Egész jó kis emelkedők, lejtők vannak. Abba az irányba, amerre most megyek, hát ez most a, mint irány, észak és észak-nyugat, arra felé kevésbé komolyak a felhők, de dél-délnyugat felé eléggé borús. Gyakovóban vagyok. Meg kell keresnem a továbbvezető utat. Ez itt a város sétáló utcája. Azt hiszem, hogy erre kell tovább mennem, de még mindig nem vagyok benne biztos. Most hagyom el Diakovárt. Hát valójában nem is voltak komoly terveim a várossal kapcsolatban, azon kívül, hogy keresztül megyek rajta. Ha annyira rossz idő lenne, hogy nem lenne értelme tekerni, akkor itt kerestem volna szállást. De én most egy kicsit átgondoltam a terveket. Hú, de fúj a szél! Még egy 70-est megpróbálok ma teljesíteni, hogy ez lehetséges-e, természetesen. Egy feltétele van, hogy jó idő legyen, és a jó idő alatt nem a strandidőt értem, hanem egész egyszerűen csak azt, hogy ne szakadjon az eső. Egyébként délután 3 óra van, és 45 kilométert mentem ma már. Ez az eszékre tartó autópálya.
Csabival itt jöttünk haza a Velebitből, szakadó esőben. Most egyelőre, ahogy a dolog kinéz, jó idő van kilátásban, az erős szelet leszámítva. Hogy egész délután ilyen lesz-e, azt nem merem kijelenteni. Hogy igen, de... Na bocsánat, csak itt közben valamit néztem. Na de... Talán összejön a dolog. Ha összejön, akkor a mai célpontom Pozsega. Ahogy láthatjátok, változóban a táj, és ez rendkívül jót tesz neki. Rövid, meredek emelkedők, rövid, meredek lejtők, ezek jellemzik most ezt a szakaszt. Lényeg csak, hogy az átlagomat azért 20 fölött tartsam. Erre megvan minden esélyem természetesen. Diakovár után olyan jó derűs volt az ég, de most megint nagyon szomorkásra váltott. Viszont a felhőzet nem tűnik túlságosan vastagnak. Szóval egyelőre nem számítok semmi ennél sokkal rosszabbra. A szél az kellemetlenebb most. Kezd egészen szép, mi több ígéretes lenni a látóhatár. A kis dombokból most már nagyobbacska dombok lesznek, aztán a nagyobb dombokból meg kisebb hegyek. És a Papuk, ami felé tartok, bár nem magas hegység, középhegység, de alulról azért már majdnem súrolja az 1000 métert. Úgyhogy igazi hegyvidéki élmény lesz. Ha az időjárás is engedi holnap, akkor meg végképp. Bár idén az igazi hegyvidéki élményhez nagy esők, jégesők is hozzátartoztak Pireneusokban. Most remélem, hogy így a nyár zárásaként azért nem így lesz. Négy óra múlott, 64-65 kilométer van bennem, tartom a távot, amit akartam. Úgyhogy Pozsega továbbra is a mai célpont. Többnyire nagyon takarosak a falvak, de azért vannak elhagyatott házak. Vinkovcében a régebbi gazdátlan házak fala az teljesen golyószaggatta volt. Na, olyan este volt, azért nem mutattam meg. Ez a vidék, ez az Eszék Vukovár környéke azért látott harcot bőven a polgárháborúban. És nem csak, hogy látott harcot, hanem nagyon kegyetlen harcok voltak itt. Szívtak a horvátok, szívtak a szerbek, és leginkább a magyarok. Elmondható, hogy se a horvát, se a szerb oldal nem kímélte a magyar lakosságot. És hát persze egymást sem. Jó kis dombvidéki szerpentinút. Azt írta a távol, hogy 9%-os lesz. Egyelőre még nem annyi, de kezd meredek lenni. Igen, ott mintha már izmosabb lenne.
Én mindjárt fel is érek ebbe a kis hágóba. Nem volt 9, 5, 6 volt a maximum. ~240 méter környékén vagyok. Most ugye nem tudom pontosan, hogy mennyit állítódott el tegnap óta. Na nézzük a túloldalt. Sok síkság után most jól esik ez a emelkedős, lejtős vidék. Még ha nem is komoly hegység, baromi szép. És bocsánat, persze, ha már így áradozom róla, hogy milyen szép, illik megmondani a nevét is, ez a dombvidék, ez a Dilj. Kisebb-nagyobb dombvidékek váltogatják egymást itt a vidéken. Most már ilyenek között fogok menni végig ma. És a holnap, hát a, legalábbis a nap első felében, holnap is hegyvidék, akkor már a Papuk. Remélem nem fogok unatkozni. Ha még ilyen szép és hangulatos az út, addig biztosan nem. Tényleg nagyon szép, tekerés élmény meg nagyon jó. Egy kicsit a Geresdi dombságra emlékeztet engem ott Bátaszék mellett. Hát és ott is nagyon szeretek tekerni. Ismét átkeltem egy kis nyergen, ez már 260 méter is megvolt. Most jön az ereszkedés. Nagyon hangulatos, jobb lenne azért, ha sütne a nap, de legalább nem szakad. Az idei túrákon ez egy becsülni való dolog. Gyors hajtok. Na most már nem. Azért ez is jó az ilyen kevés cuccos túrában, hogy a fék az jobban akar fogni. Nincs úgy megterhelve a gép. Na, itt van valami nagy hágó lesz megint. Oda süssetek! Az, ami megdöbbentő a számomra, hogy tényleg kezd olyan őszies lenni minden. Az egész táj, a színek, a hangulat. Hát sajnos ez elkerülhetetlen, akárhogy is nézzük.
Nem tudom, szerintem a horvátoknak nincs más táblájuk, mert közel sincsenek 9%-osak ezek az emelkedők, és mindenhol a 9-es van kirakva. Na jó, persze, lehet, hogy ez lesz 9, de az eddigiek 5%-osak voltak maximum, 6. Na, ez kivételesen 7, de ez még mindig messze van a 9-től. Na, napocska, bújj elő! A dombok mögött már nagyobbacska hegyek is megjelentek. Most a kukoricás takarja. Kíváncsian várom. És talán a nap is elő fog bújni. És ha ez megtörténik, akkor már végképp elégedett leszek mindennel. Elő is bukkant a nap, és a felhők pedig csodaszépek. Alig ha kétséges, hogy a táj egyre izgalmasabb. Növekednek a dombok. Lassan tényleg hegyek lesznek belőlük. Egyre inkább hegyek között érzem magam. Most már kicsit olyan mecsekes érzet, mint Geresdi dombságos. Az ég most inkább kék, mint felhős. Estére azért csak megjavul valamennyire. Oda nézzetek, de szép. Persze ez most hozzátesz a napsütés is nem keveset. Gyönyörű hidegfront utáni kilátás van a tiszta levegőben. Feltűntek a nagyobbacska hegyek, Krindia, Papuk. Lassan kitekerek a díjből, Bozseszka góra felé megyek. Nincs már olyan messze Pozsega. Szépek az esti fények, Pozsega mindösszesen 5 kilométerre van már csak. És 107 kilométert mentem eddig ma. Ahhoz képest egy 10 óra felé úgy tűnt, a szakadó esőbe, villámlásba, hogy megette a fene ezt a napot. Ahhoz képest nagyon jól sikerült. Na persze azért nyugtával dicsérem. Most már azon gondolkodom, vajon mi lesz Pozsegában, milyen szállást tudok találni. Pozsega! Na vajon lesz szállásom, vagy az utcán alszom? Az utcán töltöm az éjszakát, mint Torinóban. Na azért csak nem. Color bicikli.
Még ezeket lehet, hogy tényleg csak a festék tartja össze. A belváros felé tartok. Egy hotelt már találtam, de úgy csinálom, mint tegnap, hogy előbb körbenézek. Na, ezt a hotelt találtam. Keresgéltem, de nem nagyon akartak szembe jönni most, meg itt azért lényegesen kevesebb szálláshely van, mint Vinkovciban, pedig ez egy jobb hely. Hát ez eddig a kedvenc szobám, bár azért drága, ez is drága, de olcsóbb, mint a tegnapi. Ez itt a fürdőszoba, mutatom. Na szóval, nagyon érdekes dolog ez a kevés cuccos panziós hotelezgetős túrázás, de gyerekek, ehhez nagyon sok pénz kell. Ugye a délvidéken még inkább azt mondom, hogy közepes, de hát ez így se olcsó, ez sehogy se olcsó. Ugye a Csabival a horvátországi túránk jóval rövidebb lett, aztán azt a pénzt, amit arra félretettem, meg ugye kúnám is maradt egy csomó, szóval abból finanszírozom ezt a délvidéki kanyart. Nagyon, nagyon kíváncsi voltam régóta, hogy milyen lehet ez a két oldaltáska, aztán csak hotelbe, panzióba gondolkodni. De hát azt nem mondom, hogy én ezt soha többé nem fogom csinálni, de ez tényleg csak egy ilyen néhány napos művelet. Volt értelme kipróbálni, ha most úgy is volt rá keret, de azért az erdőben, a sátorban jobb. Ez a hotel udvara, egyéb iránt Hotel Grgndol. És hát igen, a szállásokat egy picit drágábban hozom ki, mint ahogy terveztem, de a kaját azt meg valamivel olcsóbban. Ez pozsega steak. Sült krumplival. És hát itt most már nem a jó kis jelenpivót, hanem a még jobb ozsujszkót iszom.